just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. Yeah.
Halló srácok! Halló, halló! Szia Chelsea! Mi a helyzet Chelsea? Sziasztok! VOD nézőknek is sziasztok! YouTube nézőknek is, akik esetleg később néznek vissza az adást. Srácok, grindolni fogunk egy kicsit Squad Battles-be. Igazából nincs is semmi olyan extra, amit most tudnék csinálni Rivals-en kívül. Szia Flashy! Halló, halló! Megpróbálom a Ghost Sense-t kijátszani. Úgyhogy ez most lehet, hogy egy kicsit olyan unalmas, beszélgető stream lesz, de... De most ez van, hogy meg akarom szerezni, mert kell fodder. Mi a helyzet veletek, Flashy? Hogy vagy? Második nem a rep... Hallod? Nekem most... Tegnap este itt, nem tudom, itt voltál, mennyire nézted. Alig bírtam bejutni a... Hogy hívják be? A VL-be. Épp hogy az utolsó meccsen kvalifikáltam magam. Ahhoz képest, hogy múlt héten 31 ponttal sikerült. Na mindegy. Aztán stream után még néztem a Barca meccset. Egyébként milyen rohadt jó meccs volt. Így semleges szurkolóként. És nyomtam közben Rivals-t, és majdnem folytottam a negyedik osztályba. Az utolsó zászlónál vagyok, igazából most annyi, hogy két meccset vagy háromat meg kéne nyernem. És akkor ott vagyok a negyedikben jelenleg. Ami most egész... ahhoz képest egész nekem teljesen jó.
представляти. Egyébként тegnap is, amiket voltak a játékban, hallod, az a Varan kezezés, az nálam mindent vitt, amit nálam csinált a Varan. Így fölugrott, mint a kézilabdából, az blokkolt egyet kézzel. Éppen nekem jó jött, de attól még nevetséges volt. Mit tippelek a United meccsre? Hát körülbelül akkor addig fog tartani a stream valószínűleg. És nézni fogom, vagy szeretném legalábbis. Hát nem tudom, remélem, hogy nyernek. Most nagy tippem nincs, ez kötelező győzelemnek kéne, hogy legyen. Úgyhogy remélem, hogy nyer a United. Kötelező győzelem. Azt mondom. Hát igen. Engem amúgy az idegesít, amikor nem tudod kipasszolni. Hogy bárhova passzolod, bármit nyomsz, ha kirugást, mármint tudod, kiívelést úgymond, ha kirugást, ha paszt, ha indítást, hallod mindig az ellenfél lábába. Én csak azt nem szeretem egyébként. Meg azt, amikor én rugok neki jobbnál jobb játékos a kapura, est például Holland, nem találja a kaput, de ő egy ilyen akármelyik játékos a kapura lő, ilyen sima külsővel vagy valahonnan, azt tudik volt. Esküszöm, hogy ebben még a squadból fősz is kényszenvedés. Még az is ezért le van scriptelve kb. Egyébként kitaláltam egy játékot, srácok. Tegnap ugye jöttek ezek a szótiltások. Csak ugye nincs semmi ilyen részemről ilyen jóvátétel, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogyha megszegem a szótiltást mondjuk, és azt találtam ki rá, hogyha megszegem a szótiltást, mindig bárhogy a stream alatt azt a szót, amit valamelyik őtök letilt, akkor az lesz a jutalma a győztesnek úgymond, ugye nekem nem jutalom, hogy valakit kiállíthat a csapatomból egy meccsre. Szerintem ez így tök korrekt így. Most nagyon másra nem tudlak jutalmazni azzal, hogyha nyersz egy szótiltásba, de ez így tök jó, mert így legalább meg tudsz szivatni. Nem tudom, cselzem, hogy mit kellene. Lehet, hogy taktikát kéne állítanod, vagy nem tudom. Nem, egyébként itt jóval nehezebb, de itt nem tudom, hogy mennyire olvasod a FIFA csoportokat. Nagyon sokan szidják, hogy egyszerűen vannak olyanok, akik azt írják, hogy az előzőbe, a 22-be első és elit osztályba játszottak. Most meg a nyolcadikból nem tudnak kijutni. Szerinted? Ja, vannak ilyenek egyébként tényleg.
Hát baznak, nem tudom, hogy kapura bírok, ezt szemimprón játszok, és nem bírok kapura bírni a gépnek, hallod. Ez is, az milyen passz volt. Jézus, te drága kenyér. Karriermódot próbáltam már valamelyik őtök amúgy? Ez milyen lett? Képzeld el, Chelsea, ezt nem fogod elhinni. Régen, még ilyen a 08, 0, 07, 08, 9, na dikott egy piros. FIFA-kba, annó, mindig a Chelsea-vel voltam karriermódban. De csak azért amúgy, mert nekik volt a legtöbb pénzük. És leigazolott. Hát volt egyszer olyan gólom, ugye a régi FIFA-ban, hogyha félpályán túl voltál szabadrugást, csak úgy tudtad előni. Félpályán túlról, hogyha megnyomtad a lövést, akkor előre vehet a vizsgálat gyakorlatilag. Egyszer Ramos-szal, megvettem Ramos-t a Chelsea-ben. És Ramos-szal rúgtam egy majdnem egész pályás volt. De azt már nem tudom, hogy kinek. De kemény volt. Az nagy gólnak számított, mert gyakorlatilag ilyen bug volt. Hihetetlen, hogy még így is ott vannak állandóan, hogy egyet kiállítottak. Úgyhogy... Tényleg mindig, ott abba akárhányszor kezdtem, mindig a Chelsea-vel nyomtam. Nekik volt a legtöbb pénzük átigazolásokra. Meg akkor még, ugye Aguero nem a Manchester City-ben játszott, és az egyik legnagyobb tehetség volt. És mindenhova, akárhova mentem, mindenhova őt vettem meg. Akkor még ugye nem volt akkor a sztár. Csak tehetség. És mindig vizé bele lett a végén legjobb csatár. Na végre. Kun Aguero. Meg volt egy-kettő ilyen csávó, akit így felfedeztem FIFA-ban annó. Egyébként durva, hogy olyan szempontból amúgy tök realisztikusan meg van csinálva egy-két dolog így a FIFA-ba, hogy akiket itt ilyen nagy tehetségnek megtalálsz, úgymond real player, nem azt, akit 20. szezon után lekreál a gép, és nagy tehetség lesz, az való életben is egy-kettő tényleg befutott azért. Akik a régi FIFA-kból ilyen nagy tehetségnek voltak lekönyvelve, mint például Aguero. Hallod, amúgy esküszöm, olyan ez a semi-pro, mintha baznak egy rivals meccset játszanék, hát de komolyan itt is ugyanúgy végigviszi a középkezdésből. Amúgy eskü, abban sem vagyok néha biztos, hogy rivalsban néha nem gép ellen játszunk, egy bot ellen. Mert néha olyan sablon támadásokat levezet valaki, mint ugyanígy a gép, de komoly.
Ja, Ultimate után már... Ja, ugyanígy voltam. Én 17-ben kezdtem el ultimate-ezni. Addig végig karriereztem. De így már, hogy elkezdtem a 18-ba is, még belenéztem. Meg jöttek azok a story módok, tudod, a... Nem tudom, melyikbe kezdték. Meg volt a story mód. Az is onunalmas volt számomra így az Ultimate Team után, hogy... Kész kényszenvedés. Jaha, Hunter. Ám az volt a neve. A gyereknek, hogy Hunter, nem? Alex Hunter, hogy mi a faszom, valami ilyesmi neve volt a gyereknek, aki voltál benne. Csá. Aztán az volt neki a neve, hogy Alex Hunter, nem? Kemény volt. Na, ott viszont a Manchester az igazoltam mindig. Na, jó emlékszek. Amúgy azt az, annak az első, amikor először megjelent, azt hiszem az 3 évadon keresztül ment így a FIFA-ban, nem? Ez a karriermód, hogy mi. Ott az elsőt azt végigjátszottam. Az első karjó, vagy sztorit. Utána nem foglalkoztam vele. Aztán már ugye volt valami, hogy átigazoltam Real Madridba egy gyerek, vagy valami ilyesmi volt, nem? Vagy nem tudom, úgy volt promózva. Nem, már utána nem foglalkoztam vele, hogy nem vágom. De az is unalmas volt már így az Ultimate Team mellett szerintem. Ezt sokkal hamarabb kellett volna még annó beiktatni a játékba. Lesem volt. Az igen, láttátok? Arrébb teleportált a karakter egy kicsit. Na és mit szóltok a tegnapi Barca meccshez? Hányan néztétek meg? Na jó kis meccs volt, én így eléggé élveztem a meccset, úgymond. Pikén, hát nem tudom. Igazából így én is jót nevetek rajta amúgy, mert ugye nem szeretem a Barcát. Csak így most így jöttem haza melóból, és akkor így elgondolkoztam egy kicsit, hogy mekkora divat lett most így úgymond lefikázni, meg kiröhögni, meg stb. A úgymond kiöregedő játékosokat. Hogy gyakorlatilag nézzétek meg, hogy mit csinálnak Ronaldóval, most ugyanazt csinálják a Pikével, de majd el fog jönni az az idő, amikor ugyanazt fogják csinálni Messivel és a szurkolók. Szóval kicsit ilyen hálátlanok, mert azért szerintem elég sok meccset köszönhet a Barca is annak, hogy Piqué ott van. Egyébként. Nagyon jó meccs volt egyébként.
Az Inter hülye volt. Az Inter megnyerhette volna a meccset 4-2-re, vagy 4-3-ra. 3-2-nél azt hiszem, vagy már lehet, hogy 3-3 volt. Kihagytak egy ajtóablak zicsert, valami albán játékosuk. 2-1-be vitték Ter Stegenre, és nem passzolt le neki az üres kapura, hanem belerúgt az Ter Stegenbe. Az meccslabda volt. Ha azt berúgják, akkor Barcelona kiesik a BL-ből. Mert hogyha kikapott volna a Barca, akkor automatán kiesik a BL-ből. Ja, ez a legvégében volt, igen. Akkor már 3-3-nál volt. Úgyhogy én ott fogtam a fejem. Fú, de szittem a csávót, hallod. Majd mondom, hogy lesz ilyen hülye. Ezt még azok izék is lerakják, akik nagy egóval rendelkeznek, ilyen Ronaldo meg Messi, még azok is lepasszolják ilyen helyzetbe. Nem, hogy egy ilyen kis izé... Az igen, mert ilyen. Albán gyerekért az. Na mindegy. Amúgy Ter Stegen nagyon jó védett szerintem a meccsen. Volt egy-kettő, de a másik kapus az Onana is jó védett. Viszont ez nagyon húzta az időt, az egész meccsen az időt húzta. Már izé... De ezt azt sem értem, hogy hogy húztam meg sárga nélkül ennyi időhúzást. Az is durva volt szerintem. Belőtted volna egyedül is? Valand vagy te? RTTK Messi. Ugye? Jó kinyitottad. Mint én a Valverdét valamelyik nap. Ugye eldöntöttem, hogy kinyitom, de nem nyitottam ki. A Di Mariát amúgy úgy lebötították, halljátok erre a FIFA-ra, hogy az valami eszméletlen. Eddig az egyik legjobb játékos volt szerintem, akivel gólokat lehetett csavarni. Úgymond, még megfizethető kategóriába, úgy, aki nem a Messi. De most kaput nem találják ebből. Pedig egyébként majd figyeljétek meg, hogy nem Messi fogja valószínűleg az argentinokat a hátán vinni a VB-n, hanem egy Di Maria. Mondjuk így, hogy a Juventusba lefele megy a morál, meg formai, nem biztos. De egyébként Copa Americán is nagyon jól játszott eddig a Di Maria. Lautár? Lautár, ja. Hát, hogyha egyáltalán befér a kezdőbe, szerencsétlen. De Lautáról is kurva jó amúgy. Nem tudni, hogy ki hogy fog beférni majd. Meg ugyanez a braziloknál is, hogy ott is annyi játékos van, hogy kb. Választani se lehet néha, hogy kit játszás érted. Ott is a szélső posztokra kapásból van, vagy 2-3 ember mindegyikre. Nem tudom most kik az argentin csatárok. Hát, mondom attól függ, mert felállhatnak úgy is, hogy Messi a középcsatár, Di Maria a szélső. De felállhatnak úgy is, hogy Messi a szélső, vagy irányító, aztán Lautaro tud játszani, Di Maria meg esetleg a másik szélen.
Nem tudom, ez majd kiderül. Nekem miért nem akarja megcsinálni? Elvileg úgy kell indítani a játékost, meg tudod neki mondani, hogy melyik irányba szaladjon, hogy rányomsz a... Jelen, hogy az L2-t kell nyomni. Várjatok csak. Valaki tudja ezt a move-ot? Tök ezek mit csinálnak? De nem, nem csináljon rá azzal. Akkor másik. Vagy azért meg ki lett kapcsolva a... Na várjatok csak. Ez igen, milyen belagolásod? Nem, nem ez lesz amúgy. De mindegy, akkor majd holnap megnézem. El lehet valahogy indítani a player, csak most nem vágom, hogy hogy. Mert eddig, ahogy csináltam, úgy nem működött, még azt hiszem úgy van leírva. Hát ránézel, vagy felé nézel, vagy megnyomod a... az L1, meg valamerre a sticket, akkor el kéne, hogy induljon arra a játékos, akire nézel, de nem csinálja meg nekem. Legalábbis nem úgy, mint ahogy én gondolom. Braziloknál is amúgy van egy kis ilyen topzódás az ilyen posztokon amúgy. Például a jobb szélső posztra egyből ott van mondjuk Rafinha meg Antony is. Egyik se rossz egyébként. Kit raknátok be inkább? Antony vagy Rafinha? Hát tanít, ezt gondoltam, hogy te őt írod, én is őt raknám be. Hát én tudja, hogy valahogy így állnék fel, amúgy brazil csatársorba, hogy Jesus, Neymar és... Hát, ja. Egyébként az a baj, hogy a braziloknak már
nagyon régóta nincs tényleg egy normális edzője. Hát azok is mindig valami helyi menő öregembert akarnának, aki régen ikon volt. Ez valahogy sose úgy jön ki a lépés. Mint amikor az argentinoknak Maradona volt az edzője. Ezt vágjátok, nem? Az gyakorlatilag majdnem minden meccsen kikaptak. Szerencsét, nem tudom. Képet. Nem, de egyébként nem, így képtől nem. Egyébként a horrorfilmek tűznek tanfények kurvában, valami rám olyan hatása vannak a horrorfilmek, reszketek tőle. Egyedül nem nézek horrorfilmet. Szia Norbert, szia Nis, aló aló, mi a Nem kell flushi adjad. Nem kell. Láttam már sok ilyen képet. Mert nem félek az ilyen képet. Ja, minden okés. Hát nem, most nem rivalszezünk, squadba tűzszezünk, a Gossamot próbálom kiszedni Foddernak. Igazából. Holnap szabad vagyok, valószínűleg én már reggel vagy hajnalba el fogom kezdeni a kalit. Valit? Hülye vagyok, tegnap bekulisztunk a VL-t. Hány órától lehet amúgy VL-ezni? Tudja valaki? A Zakariát, a Chelsea Zakariát írják nagyon sokan. Chelsea, amúgy. Amúgy nem, nincsenek is rossz statjai neki. Őt írják sokan, hogy Kante alternatíva. Egy próbát minden esetre megér egyébként, de nem drága játékosról van szó. De egyébként Tchouaméni is jó, én nálam a Kessié is egész jó viselkedett tegnap. Ja, mostanság megnövekednénk, de nem baj, örülök neked, hogy itt vagytok. Jön a tél, egyre hamarabb van sötét. Jó a zene, jó a társaság, érted, azért vagyunk sokan. Hát remélem leszünk még többen is egyszer. Egyszer. Egyébként azon gondolkoztam, hogy majd így nem csak FIFA lesz, ugye? Mondtam ezt. Az első FIFA streamnél aztán mondtam, hogy nem csak FIFA streamek lesznek, csak várom itt a megjelenéseket, például God of War Ragnarök. Majd azon gondolkoztam, hogy toljunk-e ilyen horror game-et amúgy.
Én tudtiba fogok rajta fosni, amúgy nem vagyok horror rajongó. Vagyis amúgy szeretem a horror filmeket, meg az ilyeneket, de az így tudok tőle parázni. Például, biztos ismeritek, van a Walking Dead sorozat. Egyébként a zombiktól nincs semmi bajom. Imádom a zombikat, meg a zombis játékok sorozatot, mindent. Amikor elkezdtem nézni a Walking Dead-et, egy amúgy az elsőt megnéztem kb. Hamar, de utána ugye elég későn jött úgymond a második évad, és akkor ugye a harmadik vagy negyedikkel néztem már, ugye egyben, harmadikkal talán. És akkor úgy azt úgy csináltam, hogy daráltam, de tényleg, hogy hazamentem melóból, és elkezdtem, mit tudom én, délután 3-tól, és este 10-11-ig néztem, megállás nélkül, gyerekek. Még vége nem lett. És halljátok, olyan rosszakat álmodtam, szó szerint azt álmodtam, hogy kb. Engem beleznek ki a zombik. Nagyon brutális. Úgyhogy kb. Ilyen szinteken vagyok a horrorra, és csak azoktól még egy kicsit félek is. Rá tudok parázni, ha olyan. Bepottam a labda, hallod. Resi. Ja, a God of War-t én is várom amúgy. Gondolkoztam, hogy végigjátszom-e újra az előző rész, de mondom, igazából nincs kell. Egyszer végigvittem, nekem annyi elég volt egyébként bele. Most még egyszer mindent újraolvasni, hogy megértsem, mi volt. Nagyjából emlékszek rá minden lényeges dologra. Ki vagyok. Láttam, hogy sokan most újra játsszák, meg nagyon nagy God of War fanok lettek, meg God of War istenek. Egy hét alatt végigvittem a játékot, amikor megjelent. Kb. Azt is napi 3-4 órát tutoltam, vagy többet. Akkor megjelent. De nagyon jó kis játék, rohadt jó sztoria van, úgyhogy kíváncsi leszek a kövi részre. Meg van, most néztem, horror jó jut eszembe, most adott valamit az Epic ingyen, valami horror game-et, de szerintem ilyen gagyit. Ha jól láttam. Bazi, hogy nem lett meg, de mindegy. Nem adtam azért assistot. De mindegy, már amúgy is 6-ot kéne nyernem. Még van kibő. Na itt mit teljesült amúgy már? Nem kell itt a jól. De így. Hallod, ne is mondd! A Paranormal Activity-t azt vágod, vagy gondolom vágjátok itt sokan, nem? Paranormal Activity egy horror film sorozat, úgymond. Hát hallod, nekem arról olyan történeteim vannak. Nem kemény volt. Kétszer is, meg ilyen. Nem tudom, nálunk az a film, ez egy ilyen átok lehet, ugye havarítárság, vagy nem tudom, mert akárhányszor néztük haver, akkor mindig történt valami. Egyszer azt hiszem az első vagy második részt néztük, mert nem is tudom. De lényegtelen melyiket, meg kb. Úgy mind ugyanarról szól. Hogy ugye fekszenek bent, kb. Azt alvás kamerázzák, hogy alszanak, és akkor mozog a szellem gyakorlatilag. Na mindegy, néztük, és egyszer olyan volt, hogy hát egy ilyen kisebb házi buliszerű volt, de tényleg csak így haverokkal így összeütünk így filmezni, meg ilyesmi. Nem ilyen nagy buli, csak ilyen kis ilyen kocka partiszerű.
És hallod, olyan volt, hogy volt nekik egy hátsó terasz, meg egy ilyen szúnyogháló, ilyen csapóajtószerű, ami le volt zárva, hogy a kutyájuk ne jöjjön fel. És így a film közepén két buzi havarom elaludt. Ketten néztük a filmet, ketten megaludtak. Nagyon jó volt. Én üttem hátta a bejárati ajtóknak, meg így a konyhának, amin keresztül volt ez a szúnyogháló ajtó is. És egyszer arra lettünk figyelmesek, hogy rohadtul beszartam, hogy beugrottam az ágyba a varjém közé, hogy hogy kinyit az ajtó mögöttünk. Úgy, hogy a kutya nem tudott feljönni, mert le volt zárva ez a csapóajtó, hogy ne tudjon feljönni, hogy a konyhánba bejöjjön. És kinyílt a konyhán a szúnyoghálóajtó. Nagyon durva volt. Kimentünk, megvizsgáltuk, mi történt, semmi. Tehát tényleg így lélek nem volt ott. Jó, aztán így felkapcsoltuk a lámpát. Köszi Flasi, mindjárt szok. Felkapcsoltuk a lámpát. Lekapcsoljuk, és olyan csillár volt, hogy ilyen körégős, így hat égő, vagy több, így be volt így pakolva. Szóval így elkezdtek így pulzálni a lámpák. A film közben, érted? Soha nem csinált olyat, azt mondta a Veron, hogy még ilyet nem látott ő se. Néztünk, hát mondom, ez hihetetlen. Így. Ilyen paranormál esetek történtek aznap este, így érdekességképpen. Aztán az már utána volt egy évre vagy kettő, mikor megjelent a harmadik, vagy talán már a negyedik része, nem is tudom. Nem azt tudom már hány része van, már négy vagy öt része lehet talán összesen. Akkor egy másik haveromnál néztük, de ugyanazok a barátaimmal úgymond. És úgy van, hogy a tesója szobájában fel volt állítva a falnak egy tükör, de így, hogy így van a fal, na így van a fal, és így volt neki támaszva a tükör, szóval nem tudott eldőlni sem erre. És néztük a filmet, egyszer egy kurva nagy csattanás, azt azért a tükör ilyen állásból így eldőlt, így. Hogy az így, hogy lehetséges, és ez is pont a film közben. Ott is így néztünk, hogy mi a fasz történt. Szóval jó, vannak ilyen... Azóta nem néztem azt a filmet, amúgy. Jó, de ezek történtek. De nem is szeretném. Kihagyom. Na, roncam meg kezdem, meccsen. Remélem én is, hogy lő voltam, hogy lőjön, mert nem baj az, hogyha összedi magát. Srácok, amúgy laggol a stream. Na most nézem, hogy kaptam valami ízét. Droppot. De hogy mi, azt nem tudom. Nem tudom nektek megmondani, várjátok csak. Ez a pár oldal bezárva. Az is lehet, hogy szarakodik amúgy a netem. Kilenckor kezdődik a meccs, nem? De a Fradi is játszik ma ellen. Egyébként kíváncsi leszek, hogy most ezekkel mit játszanak, mert elég bundaszagú volt az a 4-1 nekem. Sajnos megraktuk ott a Fradit, 4-es szorzói. Mert megfogadtuk barátnőmbe, hogy megraktuk a magyarokat az olaszok ellen, megraktuk a Fradit.
Akárhány szorok magyarra, mindig kikapnak hallott. De most nem tudom, miért csinálja. Most úgy látom, hogy abba hagytam egyébként. Nem, most megint kaptam egyet. Nem tudom, miért csinálja. Akkor mi a faszom, hogy csináljam? Tegnap nem csináltam, és nem csináltam semmit, ugyanaz, csak bekapcsoltam a gépet. Szóljatok srácok, hogyha tényleg nagyon szar a stream, akkor leállítom. Nem úgy terveztem hosszat, de újraindíthatjuk, hogyha gondoljátok. Max újraindítom a routeremet. Más sajnos nem tudok tenni, mert az is lehet, hogy az időjárás befolyásolja az internetemet. Sajnos. Meg amúgy most nincs olyan rossz idő. De ha nagyon szaggatnátok, akkor újraindíthatjuk. Lehet, hogy ezt a meccset lejátszuk. Szia Dávid, nem sok. Valami laggol a streamom. Nem tudom, mi, valami internet problémám van amúgy.